Meggyorsíthatja a jó ideje lebegtetett kormányáltalakítást az a fordulat, hogy szerdán lemondott tisztségéről Doina víz- és erdőgazdálkodási miniszter. Nikoláé Badaló, a PCD ügyvezető elnöke úgy nyilatkozott, hogy a tárca új vezetőjéről a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsági ülésén kellene dönteni, de mivel a párt elnöke kilátásba helyezte a kormányátalakítást, megtörténhet, hogy az említett tárcát összevonják a környezetvédelmi minisztériummal. Badaló kifejtette: Lévió Drágnyá pártelnök valószínűleg először a kormányfővel fog tárgyalni arról, milyen változásokat akarnak eszközölni a kabinetben. A párt második embere szerint a Végrehajtó Bizottság hamarosan dönt egy rendkívüli pártkongresszus esetleges összehívásáról, amely szerinte jót tenne a pártnak. Ugyanez a testület a kabinet karcsúsítását is elhatározhatja. Badalau szerint a jelenlegi 24 minisztériumból 16-nak vagy 17-nek célszerű megmaradnia.